Sziasztok! Kitört az ünnepi időszak, azt hiszem most már végleg kijelenthetjük, és hát mi meg jövünk egy évvégi vegyes vágottal. Igen, ilyenkor évvégén mindenki próbál ilyen egyenleget vonni, hogy tulajdonképpen mit csinált. Hát mi ezt most februárig fogjuk csinálni, mert sok mindenről van még közben, belső időben is beszélni. Először is egy pár szót a terveinkről a jövő évre. Mondhatom azt, hogy szokták ezt mondani, stratégia, hogy együttműködést kötöttünk a székelyföldi válogatottal, akinek az eseményeit, a mérkőzéseit, illetve a vezetői tagjait majd fogjuk interjúztatni, illetve azokról az eseményekről, ahol ők ellátogatnak, mi is megpróbálunk elmenni. Nagyon szépen köszönjük, föl fogom venni, mindenféleképpen csak most kicsit hideg van. De nagyon szépen köszönöm még egyszer, és megtisztelő volt, hogy ránk gondoltak, úgyhogy majd fogunk velük a következő évben is találkozni, ugyanint a sepsiszentgyörgyiekkel, hogy egy kicsit azt gondolhatják a nézőink, hogy letértünk az útról, de a határon túliakon is rajta tartottuk a szemünket, csak némi betegség, munka, sok minden más miatt nem tudtunk annyira részt venni főleg a székelyföldi sportéletben, de jövőre ezt fogjuk pótolni, még szerintem van, aki unni is fogja. De menjünk tovább. Egy valami. Igen. Kettő, három. Néha. Feliratkozás, lájkolás, megosztás, és esetleg támogatás. Ez, amit szeretnénk kérni. Nem elvárjuk, csak kérjük. Igen, és nagyon köszönjük, amennyiben bármilyen aktivitást is kifejtetek. Tehát ez itt a Semleges Térfél Kolárik Józseffel. És Fürjes Szabolcsal. Igen, ezt azért mutogattuk ilyen pantomimszerűen, mert érkezett olyan hozzászólás, mi szerint nem teljesen világos mindenki számára, hogy mi egymást mutatjuk be. De egyébként az adások elején. Ez jó ötlet volt tényleg, mert így van. Nem vagyunk annyira híresek. Szóval ezt Kolárik tudja. József. És Fürjes Szabolcs. Nos, és akkor mivel kezdjük ezt a vegyes vágottat, mert ugye itt előtte megbeszéltük, vannak mindenféle hírek, dolgok. Hát a legdrágább válasz. Magyarral. Ja, jó, oké. Hát úgy néz ki, hogy a legdrágább magyar nem csak a válogatott legdrágább játékosa, hanem klubcsapat a legdrágább játékosa is lett. Igaz, hogy csak holt versenyben, de Szoboszlai Dominik immáron 75 millió euróra tagsáltatik a Transfermarkt által. Így Luis Diaz-zal holt versenyben ők a legdrágább játékosai a Liverpoolnak. És valójátok gondoltátok volna? Csak egy évvel ezelőtt is. Így van, de... Én álmaimban előfordult, még példáloztam is, hogy milyen jó lenne, hogyha Szalával emlékszel egyszer-kétszer, hát így jöjjön be minden, majd a lottó ötöstre koncentrálok. Igen, és ennyit azokról a véleményekről, miszerint lefőtt a kávé, meg hát eddig tartott a csoda, stb. Ja, igen. Ugyanis megjelentek ilyen hírek, képzeld el. Hát én is olvastam egy pár ilyen... persze a vélemény olyan, mint a segg, csak nem biztos, hogy kíváncsi vagy a másokéra. Tehát attól függetlenül megváltozott a játéka. Az biztos, hogy érettebb lett a Liverpoolban, nem kap annyira szabad kezet, mint például a magyar válogatott. Na, más szerep hárul rá. Láttátok, hogy rengeteget védekezik, rengeteget fut. A nagyon-nagyon hasznos tagja a Liverpoolnak. Így van, és azért el kell mondani, hogy a Transfermarkt értékelése az nem úgy néz ki, hogy mennyi legyen? 75. Hát ez nem úgy van. Ez úgy van, hogy mérkőzéseket súlyoznak, az ott elért értékeléseit, a gólokat, gólpasszokat, pályán töltött időt, stb. Tehát ez nagyon sok minden, és a válogatott természetesen, tehát ez nagyon sok mindenből áll össze, ez egy nagyon sok tényezős egyenlet végeredménye, hogy egy játékos ára az emelkedik, vagy csökken, vagy hogy egyáltalán mennyire tagsálják. Általában az átigazolási díjak azok persze ilyen mérvadóként szintén szerepelnek. Na de vajon kis hazánkban, ahol te hallottál már hiteles mérvadó mindkét fél oldaláról megerősített játékos vételárat elhangozni? Itt az NBA 1, NBA 2? Hát nem. Hát valahogy ez. Mert érdekes módon azért vannak olyan országok, ahol büszkék arra, hogy milyen pénzeket ki tudnak fizetni játékosokért. Nálunk meg Nem, mert ennek ugye adóvonzatai is vannak.
Úgyhogy lehet, hogy mondjuk egy adóhivatal összevetné a bemondott árat azzal, ami a valóságban szerepel. Meg hát ugye nem feltétlenül vannak itt tisztázva ezek a játékos árak, mert van, aki szívességet kér játékosért. Úgyhogy ez még mindig megy. Most hiába fogják a fejüket a sportvezetők, hogy ilyen nincsen, de van. De van, mindenkit megnyugtatok, hogy van. Igen, és egyébként a Alexander Arnold, az 70 millió, Darwin Núñez, Alexis McAllister, Mo Salah, 65-65 millió. Tehát ezek a játékosoktól, ezektől a játékosoktól pillanatnyilag a Szoboszlai Dominik a Transfermarkt értékelési rendszere szerint többet ér, és egyébként, ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen a csapatnak legalább annyira a gerincéhez tartozó játékos a Szoboszlai Dominik, mint az imént felsoroltak, illetve a koránál fogva is szerintem talán több potenciális van bennük, vagy benne, mint az alább felsoroltak többségében. Hát ugye azt mondják itt a nagyokosok, illetve nem a nagyokosok, bocsánat, hanem tényleg a hozzáértők, és nem magunkról beszélek, akik a ugye angol szakírók, hogy hát a Liverpoolnak a gerincét, ha meg tudják tartani ezt a két játékost, a Szoboszlai Dominikot és az Alexander Arnoldot, ők alkothatják majd a jövő, közeljövő Liverpoolnak a gerincét. Hogyha majd a Van Dijk abba hagyja, Salah vélhetőleg elmegy a Közel-Keletre, ők lehetnek az a két igazán alapvető játékos a Liverpoolnál. Ez is egy vélemény természetesen, de attól függetlenül persze a forma ingadozás, játékos eladások, mert lehet, hogy jön egy visszautasíthatatlan ajánlat, akár mondjuk a Szoboszlai elmondta, hogy ő nem akarna Keletre menni, de hát Alexander Arnoldot meg nem ismerjük, az ő véleményét ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy ennek a két embernek a közös produkciója nagyon sok fog múlni a közeljövőben. Persze nem írom le a Salahot és a Van Dijkot, a McAllistert sem, de nem csak az én véleményem szerint ez a két játékos lesz majd az alapja a jövő Liverpoolnak, ahol remélem azért még a Klopp lesz, vagy egy-két évet, bár ő is megemlítette, hogy akár a szövetségi kapitányi pozíciót elől sem szaladna el Németországban. Jó lenne, inkább maradjon csak a Liverpoolban, jó szerintem. Igen. Na, hát ennyit a nagy pénzről. Most beszélgetünk egy kicsit talán kisebb pénzről, meg egy kicsit talán nem, azért nem alacsonyabb szint, mint a Premier League. Nem, az NB2 az nem, ugye? Legalább az körülbelül. Körülbelül ott van. Kicsit kevesebb a pénz, de színvonalában a játékosok mentalitásában van olyan. Éteri magasság. Abszolút. Kicsit foglalkozunk az NB2-vel, mert mi elég mostohán kezeljük úgymond az NB2-t, hiszen olyan nagyon szorosan nem követjük az eseményeket, illetve ha még követjük is, annyi időnk és energiánk már végképp nincs, hogy folyamatosan az NB2-ről is beszámoljunk. Ellenben most ott is kitört a téli szünet, úgyhogy megnézzük, hogy mi történt az NB2-ben, hogy áll a tabella. Azzal együtt, hogy el kell mondanunk, hogy az utolsó idén lejátszott fordulóból, ami a 18. volt, mindössze 4 mérkőzést sikerült lejátszani, a többi mérkőzés szám szerint a többi 5 mérkőzés elmaradt, úgyhogy nem pont teljes a kép, van, aki csak 17 mérkőzést játszott, de azért a nagy vonalaiban kezd kirajzolódni egy egészen érdekes történet, aminek a legnagyobb meglepetése mindjárt a tabella éle, nevezetesen az, hogy a Nyíregyháza vezeti 43 ponttal a tabellát, mögötte az Eto lemarad ugyan 5 ponttal, de ő egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ha mondjuk ott a 3 pontot odaadjuk, akkor tételezzük föl, akkor a Nyíregyháza előnye 2 pont, de hát így is az a lényeg, hogy pont előnnyel vezeti a bajnokságot. 13 győzelem, 4 döntetlen, és mindössze egyetlen egy vereség. És ezen a 18 mérkőzésen 42 lőtt gól. Egész csini. Hát, mondjuk régóta azt vártam már én is, meg jó páran szerintem a nyírségben, hogy a Spari megint azokban a magasságokban legyen.
évek óta próbálnak visszajutni az igazságtalan kizárás óta. Ezek ki tudja, mekkora károkat okoztak az MLS-ben a Nyíregyházának, amit sajnos azóta sem igazán tudtak kompenzálni, de ez már mondjuk az, hogy történelem. És a Győr is ugye történelmi klub. Tehát most, ha lehetne választani, akkor ők jussanak föl az NB1-be. Van még egy pár egyébként itt az NB2-ben, akit nagyon szívesen látnék, de hát marad a 12 csapat, egyelőre legalábbis, úgyhogy kiderül. Igen. Hát egyébként Nyíregyházán nyilván kell mondani, Timár Krisztián természetesen kiváló munkát végez, hát vezetik a bajnokságot, mit is mondhatnánk, és azért látni kell, hogy azért a háttér is valószínűleg megfelelően erős. Novák Csanád, Gengelicki Gergő, Nagy Dominik, Kovács Réti Márk, Géresi Krisztián, Kesztyűs Barna. Szóval vannak nevek, és ezek a nevek ezúttal tényleg legalábbis most ezen az NB2-es szinten, de ne ócskázzuk le azért az NB2-t. Ha az NB2-ben van a Spari, akkor ott kell megfelelni. Hát, és megfeleltek. Reméljük, hogy nem esnek a Vasasnak a hibájába, hogy jól lakott NB1-es játékosokkal rakták tele a keretet, de hát most itt látom, a motiváció azért megvan, hogy az első osztályba jussanak. A játék tudás most a nevek alapján azt gondolom eléggé egyértelmű. Reméljük, hogy ez elég lesz majd az első osztályban is a bennmaradáshoz. Igen, és végre lesz egy olyan csapat, amelyik nem azt játsza el, hogy lesz egy vadonatúj szuper stadionja, és ezzel együtt visszaesik a teljesítménye, hanem lehet, hogy pont mire megépül a stadion, az új stadion, addigra kerülnek vissza az NB1-be és a legmagasabb szintre, ami a hazai klublabdarúgást illeti. Úgyhogy ez nagyon, én már nagyon várom. Ilyen 8000 valamivel 8000 fő fölötti lesz a stadion, igazi ilyen aréna jellegű, hát talán a Diósgyőrihez hasonlítanám. Hát körülbelül vagy... igen. Ez most így letrépán a fejükhöz kapnak. Nem. Igen, tehát értem én. Vagy a szívükhöz, igen. Úristen. Jó, hogy a színek stimmeljenek, akkor valamivel nagyobban az angyalföldi. Vasas. Ja. És akkor a színek legalább stimmeltek, jó? Tehát, egyébként most így, hogy teljesen kívülálló legyek, a hasonlít a Sepsi stadionra. Nagyságra. Egyébként te szuperul néz ki. Így tehát van. Mondjuk a régi sem volt rossz, az a meredek lelátós, tehát körülbelül úgy nézett ki, mint a BKV előre pálya most. Az az egy szél. Mindegy, aki volt, azt tudja. Sajnos már valószínűleg ott nem leszünk meccsen. Na hát mindegy, ennek is megvan a romantikája, tovább kell lépni, lesz egy szép stadion, remélem lesz egy új csapat, lesz egy Spari Diósgyőr. Hát igen, ez egyben azt jelenti, hogy nem azt gondoljuk, hogy a Diósgyőr ki fog esni az NB1-ből. Tehát ezt tegyük hozzá gyorsan. Nem ott szeretnénk ezt. Így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Nyíregyházán most igencsak örülhetnek a futball, a drukkerek, és azért ott vannak szép számmal. Én legalábbis az én emlékezetemben volt szerencsém oda járni főiskolára. Úgy él, hogy akkoriban legalábbis, persze az nem ma volt, azért tényleg a harmadik félidőben legalábbis mindig hát tömve volt a hivatal. Hát vannak ott is foci örültek, az biztos, szép számmal. És hát itt van a Győr, aki meg egy kicsit ilyen, tehát tök jó szerepelnek, félreértés ne essen, de én azért attól az erősítéstől, ami hozzájuk érkezett egyrészt a tulajdonos személyében, tehát magyarul van mögöttük egy biztos anyagi háttér, mert azért az utóbbi időben előtte lehetett hallani mindenfélét, hogy az azt megelőző időszakról már ne is beszélgessünk, ugye? Hú, volt ott minden termék. Annak idén a Tarsoly után volt arról is, hogy egy belga befektetői csoport fogja megvenni. Ott is jelentkezett egy kalorifer.
De olyan jó jártak volna vele a Győriek. Az. De hát most egyelőre sokaknak az a, attól félnek egyébként, hogy a Dacnak lesz a fiúk csapata, a Győr, a Dacnál pedig attól félnek, hogy a Győrnek lesz a fiúk csapata a Dac. Én szerintem nem, egyáltalán nem. A Dac biztos, hogy nem, más szerepe miatt is fontos szerepet tölt be a Felvidék labdarúgásában. A Győr pedig, tehát így a, nem hiszem el, hogy a, hogy a, egy ilyen támogatottságú csapat, ilyen történelmi háttérrel egy fiúk csapatra lenne. Nem, nem. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag azért a zászlós hajó mindenképpen a Dac, hogyha nézzük ezt a portfóliót. Hát a tulajdonos szempontjából. A tulajdonos szempontjából az az a csapat, amelyik mondjuk a nemzetközi porondon is gyűjt, tögetheti akár a pénzecskéket. Ellenben most a Győr, amennyiben fölkerül, inkább pénzt fog vinni, tehát ott azért valószínű plusz befektetésekre biztos, lesz, hogy lesz szükség. Biztos, hogy lesznek játékos transferek. De pont ezt akartam mondani, hogy ha van két ilyen csapat, és köztük azért viszonylag könnyen mozgathatók a játékosok, hát nem nagy a távolság. Hát igen, mondjuk nem úgy, mint régebben, hogy két igazolással lehetett játszani, hanem itt azért mondjuk tényleg kíváncsi lennék rá, hogy két országban, hogy létezik-e még ilyen. Hát ugye országon belül létezik nálunk. Hát igen, de akkor legalább osztálykülönbségnek kell lenni. Ja, hát igen, igen, igen. Nem mindegy, érdekes. Hát itt sem egy bajnokságban játszanak tulajdonképpen. Mondjuk, de nem hiszem, hogy van erre kialakult európai gyakorlat, mert hát igazából miért lenne, mert lehet, hogy még akár értelme is volna. Na de mindegy, menjünk is tovább. A harmadik helyen a Szeged Csanád Grosics Akadémia szerepel, nem tudom, miért nem adtak még neki, vagy 12 neve. Nagyon jó. Egyébként az ő stadionjuk is azért... Nagyon szép, és... Hát az nagyon remek. Kis ékszerdoboz. Igen, és ugye bár a Vasas egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és csak egy ponttal van lemaradva, tehát hogyha azt az egy elmaradt mérkőzést megnyere, akkor ő lenne a harmadik helyen, de szerintem a szegediektől ez így is szép teljesítmény. Én már régóta várom azt, hogy Szegeden egy kicsit úgy jobb legyen a futball helyzet, és most szerintem azt, hogy az NB2-nek ott az elején vitézkednek, az tök jó. Ők azért az NB1-ben olyan óriási nagy időt nem töltöttek el, illetve hát ott volt ugye a Seoul, AK, meg a többi, tehát hogy ott de jellemzően több, NB2-es csapat volt. De jellemzően NB2-es csapat volt, és hát gondolom én, ahol mondjuk a Szabi Csimi született, meg kezdett el futballozni, ott azért látható, hogy azért csak ki tudnak nőni a földből, például Szabi Csimik. És hát én azt gondolom, hogy most is jó terep lehet. És ne felejtsük el, hogy az utánpótlás nevelés is nagyon fontos. Ott egy viszonylag nagyobb körzetben, illetve ott a határon túl, tehát a másik oldalán a határnak, és ott nem is egy ország határa van, nem is olyan nagyon messze, onnan is bizony-bizony be lehet gyűjteni azokat a játékosokat, játékos palántákat, akik tehetségesek, és hát természetesen akik hajlandók egyáltalán Magyarországon játszani, de hát hogyha valaki mondjuk magyar nemzetiséghez tartozó, akkor általában ez nem szokott kérdésként felmerülni, én hát azt hiszem. Nemzeti érzelműek a szegediek, én a ketrec harcosokkal vagyok jóba, a Sárközi Robiékkal, ha esetleg nézik, akkor üdvözlöm őket, de az biztos, hogy elég komoly sportélet van Szegeden. Nem igazán a futball, ami a zászlós hajó, igazán hát ott. Igen. De ahogy a Szabi is elmondta, hogy azért, ha volna egy jó csapat Szegeden, annak azért van táptalaja. Uh-huh. Tehát szurkolói szempontból is. Viszont most nézem, Ambróz is hirdogál. Mert? Hát hol van a Honvéd? Jaj, hát erről még a Honvédról még lesz szó, de hát még amíg végbe jutott a Bellán, a Honvéd nagyon sokára kerül majd még itt képbe, megjegyzem, sajnos. Tehát, hogy ezt nem rajta nevetünk, hanem hozzá. A barátunk. Igen, hát szegény beledőlik a kardjába. Úgyhogy hát ez így érdekes az ő szemszögéből, aztán meg mindenképpen. Na, de nézzük, Vasas. Istenem. A stadionjukat már említettük, azt is említettük, hogy vagy talán nem említettem, lehet, 32 pontjuk van,
talán az elmaradt mérkőzés pótlásával lehet 35, akkor az annyit tesz, hogy a Győrtől ugyanúgy 6 pontra lennének meg, lemaradva, ha feltételezzük, hogy a Győr is mondjuk győzedelmeskedik, de az a lényeg, hogy 6 pontra van a Győrtől. Ami azt jelenti, hogy 2 meccs, nincs lejátszva ez a bajnokság, de én azt gondolom, hogy a Győr az tartósan képes azt a teljesítményt nyújtani, legalábbis amiket én láttam tőlük ebben az évben, amit most nyújtott. A Nyíregyházánál előfordulhat hullámzó teljesítmény, bár nagyon nem erre mutat a helyzet. Magyarul a Vasasnak igencsak ki kell vágni a rezet itt, hogyha feljutásban akar gondolkodni. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy furcsa ilyet ugye nagyjából a felénél mondani a bajnokságnak, de innentől kezdve nem igazán engedhetnek meg maguknak vereségeket, hogyha a feljutásban gondolkodnak. Hát én nem tudom, hogy mik ott a hosszú távú tervek. Ugye ugyanazok a játékosok vannak, akiknek sikerült kipottyanni, kicsit motiválatlannak tűlő, jól lakott volt, még volt válogatott játékos is van ott. Nem biztos, hogy jó koncepciót választottak. Nem tudom egyébként, hogy még mindig mi az ok, ami miatt bocsánat, ami miatt még mindig döcögős a dolog, de azért ott vannak olyan hangok is, egyébként még mindig a Desics Szilárd az edző, és szerintem egyébként ez nem volt rossz választás, hogy ő maradt végül, hogy én nekem van egy olyan sejtelmem, mert hogy erről több hír vagy pletyka is szólt, hogy ott azért a pénzügyi háttér sem mindig kiegyensúlyozott, mondjuk ezt, és nem akarok tényleg, hogy is mondjam, negatív hullámokat gerjeszteni, csak ezekről lehetett hallani, én egyébként ezeket sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom, csak volt azért erről szó, meg hogy a tulajdonos, hogy ő nem is biztos, hogy így akar, vagy nem akar. Tehát, hogy ezek soha nem jó hatásúak a csapatra. Mert hát rögtön lecsapódik a hát a bizonytalanság játék. Nem jó, igen. Hát igen, de hát most... Minden esetre érdekes, hogy amikor elmentünk és csináltunk egy videoblogot, egy évig az egyik legnézettebb videónk volt, aztán valahogy úgy tartott a YouTube, hogy közösségi irányelvek miatt törli. Egyszerűen igen. El nem tudom képzelni, hogy mi lehetett az oka. Igen. Hát egyébként a Vasasnál vannak ismert nevek. Jova Levente, Pávkovics Bence, Berez Zsombor, Otikba Kenet, Barát Botond, Radó is. Igen, Novotny. És Márkvárt ott van még? Nem látom. Litauszki Róbert, Uram János, Hollender Filip. Szóval, és ez a csak... Kinora Kristóf. Tehát ez még mindig egy, így a nevek alapján, én azt mondom, hogy ez még mindig egy olyan csapat, akinek vannak, vagy kellene, hogy legyenek feljutási esélyei. Hát a motivációt kéne. Igen, azt valahogy csak rendbe kellene rakni. Hát, Kozár Misleny. Ja, most jönnek a baranyai csapatok. Így van. Várjál, bocsánat, ezt kell néznünk. Nem változott a helyzet, tehát a Kozár Misleny. Kozár Misleny és a Pécs, ugye a két baranyai csapat. Ugye a munkáson ne beszéljünk, elég komoly hagyományai vannak. Az NBA-ben is, meg úgy csapat, a szurkolók, tehát, hogy aki a pécsi szurkolók nem hallottak, hogy nem igazán van képben. Hát azok fogalmuk nincs, igen. Fogalmuk nincs a fociról. Az a lényeg, hogy ebből a baranyai, mondhatom azt, hogy futballista termelő vidékről jött a Dárdai, a Garami, Gerazoli. Tehát, hogy az ottani... Az ottani levegőben lehet valami. Egyébként egy kicsit, ha szociológiát nézzük, akkor azt mondják, hogy az ott lakó svábság hisz a munkában, hisz abban, hogy ezzel lehet valamit is elérni, és hát azért bizonyítottak eleget. Úgyhogy ennek is tudható be, hogy ez a baranyai aranyháromszög, ugye a Szent Lőrinc is ott van még, hogy velük, tehát ott azért működik a labdarúgás, utánpótlás, és hát reméljük, hogy előbb vagy utóbb a munkás is az NBA-ben lesz.
Igen, igen, bár most a Kozár Mislen egyébként azzal együtt, hát hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mégis 6 ponttal ugye a Pécs előtt van, és egyébként itt van egy szakadás szerintem a táblázatban, mert ugye a PMFC 25 ponttal rendelkezik, és itt gyakorlatilag most a 15. helyezettől, ugye a 15-16. Az osztályozó tetszik, 17-18. Például automatice kiesik, ugye itt is van egy ilyen létszám faragás. Onnan azért biztonságos távolban van, mert azért van 9 pont, de azért még elég sok forduló hátra van, tehát igazából én azt gondolom, hogy a Kozár Mislennyel bezáróan nagyjából és egészében biztonságban érezhetik magukat a csapatok az osztályozó vagy a kiesés szempontjából, de olyan igazi középmezőny, mintha nem lenne. És akkor a Pécs után jön a Csákvár. Hát én azt gondolom a Csákvárról, hogy ott olyan értelemben nincs igazi saját szakmai munka, hogy én feltételezem azt, hogy ez úgy működik, hogy a Felcsútnak gyakorlatilag egy ilyen fiók csapata, és igazából a Felcsútnak egy ilyen keltetője, meg ilyen levezetője. Hát igen, valami hasonló. Igen. Tehát kicsit talán a Fradi Soroksára tudnám mondani. Igen. Egyébként rém hangulatos a pályájuk, ahogy bemész ott egy erdőn keresztül, meg ott nem futballpálya, de mégis nagyon hangulatos. Én egyébként ezt kedvelem, ezt a feelinget, de azért nem annyira 21. századinak tűnő már ez a dolog, de egyébként azt hiszem, hogy ott is voltak az utóbbi időben különböző beruházások, tehát most már nem az az 5-8 évvel ezelőtti szituáció van ott sem, mint amire én emlékszem, azért tegyük hozzá. És hát akkor itt következik a Gyirmót, az a Gyirmót, amelyik hosszú időn keresztül, hát hogy is mondjam, körözte az Etót, vagy lekörözte az Etót. Hát most szerintem azért helyreállt a világrendje, mert azért maradjunk annyiban, hogy nem lebecsülve a gyirmótiakat. Nekik is komoly munkájuk van ebben, de azért tényleg az Eto való az első osztályba. Így van, és ez nem a gyirmótiak ellen szól, hanem pont, egyszerűen ez. Pont ez lenne a világ rendje szerintem, illetve az, és ez, erről most így nem tudok beszámolni, de korábban a két klub között inkább ellenségeskedés volt, mint hogy együttműködés lett volna. Sokszor volt az, hogy a győri, valamikori ott dolgozók vagy futballisták átmentek Gyirmótra, és ott akarták megcsinálni az Etót tulajdonképpen, mert az Etónál akkor éppen olyan vezetés volt, ami nem bírta elviselni őket, nem tudom, és akkor ezek átmentek egyfajta ellenséges körülbelül. Remélem, hogy előbb-utóbb kialakul inkább egy együttműködés, mert azért én azt mondom, hogy egy Gyirmót az ő infrastruktúrájával, meg gyakorlatilag azzal, hogy azért tényleg most folyamatosan ott van azért az NB2-ben, ha az NB1-ben azért nem is tudott megkapaszkodni. Szerintem az nekem tipikusan egy ilyen nevelde, és hát például magyarországi pályafutását tekintve a Varga Barnabást a Fradi, a Gyirmótnak köszönheti. Aztán ott jelent meg először Magyarországon. Hát igen. Hát, aztán, hogy ez hogy és mint volt, az természetesen már az idő homályába vész, de a tények, ott volt az első magyar klubja felnőttként. Aztán következik a Kazincbarcika, Color City álnévem. Ezt lettem el, nem tudom megemészen ezt a nevet. De ez, ha jól emlékszem, ez a Color City, ez valamilyen magánkezdeményezés, ha nem akár egy vállalkozás, de inkább valami egyesület, aki feltette magában, hogy a eléggé szociál Kazincbarcika, régi Kazincbarcika belvárost, amit az 50-es években épült, azt szépé teszi, és színessé varázsolja, és egyébként ez megtörtént. Úgyhogy lehet, hogy a város pedig akkor tiszteletből akkor gondolta, hogy ezt a Color City-t oda teszi, mert ezzel is mondjuk, ha ez egy privát kezdeményezés, akkor így növeli az elismertségét a klubnak. Nem tudom ezt pontosan. Hát a barnából most már színes lett. ez nagyon rasszista volt, bocsánat. Nem. Úgyhogy
És én azt gondolom, hogy a Kazinc Barcik azzal, hogy ott van itt a, így a középmezőnyben, és azért közvetlenül nem fenyegeti a kiesés réma, az így teljesen jó. Azért ott látszik, hogy nekik ugye a megyén belül megvan a helyük, és azért az ő együttműködésük a Diós Győrrel az így el is helyezi őket, de egyébként ez azért én azt mondom, hogy egy bizonyos szempontból a túlélés záloga is lehet, mert ha megnézzük, hogy a megyében milyen régebbi nagy múltú klubok tűntek el olyan értelemben, hogy ilyen megye egy-kettőbe egerésznek, holott annak idején MB2, MB1-ben is megfordultak, és nem csak a megyében, hanem általában az észak-kelet-magyarországi terület. Azért ott látni kell Salgótarján, Ózd, mit tudom én ilyenek, szóval. És a Kazinc Barcika az körülbelül ezeken a szinteken mozgott valamikor az én gyerekkorom, fiatalkorom tájékán. Hát ezt a hierarchiát akkor meg tudták tartani, hogy volt egy Diós György, és akkor mondhatjuk azt, hogy ők ezek a alacsonyabban szereplő csapatok felhajtották a tehetségeket. Igen, ez egyébként egy tipikus pálya volt, hogy valaki elkezdett Borsodnádosdon focizni, aztán utána elment Salgótarjánba, majd Ózdra, onnan pedig Diós Győrbe. Csak most mondtam egyet, de ennek rengetegféle változata volt, és a levezetés is általában valami hasonló fordított sorrendben történt meg, úgyhogy rengeteg olyan Diós Győri játékos van, aki a megye, vagy annak a környéknek a többi csapatában is bőven-bőven előfordult. Na és akkor itt jön a 11. helyem, a Honvéd. Vele kihagytuk a BMT-t. Ja, Budafokot kihagytuk. A Törleit. Így van. Hát a Budafokot szerénykedik tulajdonképpen a 10. helyen, de még ezzel mindig megelőzi a Honvédot, és egy meccsel még kevesebbet is játszott. Én azt mondom, hogy a Budafoknak itt ez az MB2-es tagság, ez szerintem a helyén van. Tök jó. Szerintem a helyén van. Nagyon hangulatos a stadion továbbra is, pedig ott is voltak elég komoly felújítások, egyebek, de valahogy mégis megtartotta a... Szóval kis családias jelleg. Igen. Soha nem akart. Én azt hiszem két szezont voltak az MB1-ben, 75 vagy 76 évvel ezelőtt, meg most nem még. Igen. És egyszerűen tehát az nekik az MB2-es közeg, ez a, tényleg, ők tényleg az a lokálpatrióta közeg. Szépen felújított, azt hiszem, ausztráliai magyar tulajdonos. Eladta már? Hát eladta, hát ezt nem olvastad? Nem. Hát az a helyzet, hogy a cég, aki szponzorálta a Budafokot. De szégyellem, ez kimaradt. Igen. Annak az az ember, aki a Budafok tulajdonosa volt, annak nem, ő nem volt tulajdonosa ennek a cégnek, hanem egy valamilyen tisztségviselője, vagy lehet, hogy mit talán az sem nagyon. És kiderült, hogy hát ő nem rendelkezhetett feltétlenül azokkal az eszközökkel, anyagi eszközökkel, amelyeket a klubra fordított. Utána nem tudom a történetet. Lehet, hogy ez akár cáfolatot nyert, egy, kettő, hogy új tulajdonos jelent meg, nem tudom, de ebből nagy hírig volt. Nagyon nehezen hittem a szememnek, fülemnek, de tényleg barátunkat fel kell hívni, és meg kell kérdezni. Hát majd a Csabát, amikor utoljára ott volt edző, ott készítettünk fel utolsó, tehát vele interjút, aztán azóta, hogy nekem így kimaradta a Törlei. Igen. Majd kíváncsi. Ő egyébként azért mondjuk a Csabát, mert biztos, hogy követte az eseményeket, én ebben szinte teljesen biztos vagyok. Jó, és következik a Honvéd, ahol ugye az volt a mondás, hogy a fiatalokra építünk, és itt csapatot építünk, és stb. Na most ehhez képest megjelent a Csertői Aurél, aki, hogy is mondjam, tehát a tolt be a buszt, hogy is mondjam, legnagyobb képviselője Magyarországon, hanem a világon is. Évedzője van. Igen, és az a helyzet, hogy én nem akarom őt fikezni egyáltalán, mert szükség lehet a tolt be a buszt játékra is. Van olyan is, csak de, úgy... De csak... van másra is szükség egyrészt, másrészt meg a fiatalok építésére. Ez a fajta játék felfogás, az pont nem jó. Igen, meg nem a Honvédnál. Hát, így van. Hát, hogyha egy olyan csapatnak, aminek nincs kialakult játékstílusa, nincs igazán történelme, vagy akár, de most beszélünk arról a klubról, ahol a Puskás öcsi játszott. Ahol egy, de nem kell, akkor egy Tihi Lajos.
És ennél a csapatnál a Csertői atya úristen. Hát igen, és hát hozzátartozik még a történethez, hogy én, amikor olvasom a Honvédhez köthető szurkolói fórumokat, meg egyéb dolgokat, akkor olvasok olyanokról, hogy pénzügyi dolgok, meg hogy nincs rendben, meg hogy a tulajdonos, meg... Szóval azért itt alapvetően nincsenek rendben a dolgok. Hát eljutottunk odáig, és nem tudom, hogy a szurkolói, a Honvéd szurkolók, ők hogy vannak, de hogy minthogyha a Hemi papa jobb lett volna. Ezt hát, most kimondani. Hát ő racionálisan vezette a klubot, de legalább életben tartotta. És azért, baszki, bajnokságot nyertek vele. Hát, igen. Ez is mondjuk szinte... kellett hozzá egy kiváló edző. Kellett hozzá egy Rossi, de hát a Rossit valakinek meg kellett találni. Így tehát, van, hogy, lekez, na, igen, szóval, igen, hogy azért igen. Ezek összefüggnek ezek a dolgok. És aztán következik a Soroksár, hát ugye a Fradi keltető, ezt tudjuk. Nyilván ott nem feltétlenül, tehát ott gondolom, hogy az NB2-ben maradás azért az egy cél, mert azért van értelme a Soroksár és a Fradi együttműködésének, hogy a Fradi második csapatának ne az NB3-ba kelljen játszani, ami nem jó semmire, hanem inkább a feljövőben lévő fiatal játékosok az NB2-ben a Soroksár színeibe tudják megméretni magukat hétről hétre. Ez egy jobb alapot ad, gondolom ez a... Hát igen, ez lenne a cél, csak azért egy kicsit talán följebb kellene helyezkedni, bár nem tudom, a Petinek a munkájával persze szerintem elégedettek meg, de talán egy kicsit följebb lehetne. Én azt gondolom, hogy ha már ilyen szintű az anyaklub, ugye a Ferencváros, akkor talán egy kicsit illene följebb helyezkedni, bár mondom még egyszer, nem vagyok annyira képbe a Soroksár helyzetét illetően, csak ugye a Itt gondolom, hogy azért inkább a nevelés a hangsúlyos, itt az NB2-es tagság inkább csak a bennmaradás, de inkább igen. Az egyéni nevelés, mint az, hogy most csapat szinten pont milyen eredményt érnek el, de ahhoz bent kell maradni az NB2-be, hogy ez az eredetileg kitalált gépezet, ez működjön. Hát utána következik a 13. helyen a Haladás, ez egy szerencsétlen szám, de hát a szerencsétlen a Haladás is, mert ott aztán... Sorra jönnek olyan egymásnak homlok egyenest ellenmondó hírek, miszerint nem is kaptak fizetést, mások szerint meg kaptak, de amúgy meg tartoznak a városnak, vagy a város tartozik nekik, és egyébként a stadion, és azt kitartja fönn. Meg két vagy három utánpótlás műhely. Mi van? Igen, és szóval, hogy így óriási nagy katyvasz van, kérem szépen Szombathelyen, pedig Szombathely nem olyan újsütötően, hanem elég régen egy ilyen nevelde tulajdonképpen Magyarországon az egyik ilyen műhely, ahonnan azért sok jó játékos került ki, aztán sok kamuista is, de az már nem feltétlenül a nevelő egyesület, hát vagy egyesületek hibája. Csak hát ugye semmi nincs. Tehát a Haladásnál konkrétan semmi nincs. Tehát ugye, aki esetleg kicsit vájkálódna a futballtörténelemben, azért a Szombathelyben most a Szabáriáról beszélek. A Budapest központú volt annak idején magák a filmhíradók, a sportközvetítések, amire egyáltalán készült felvétel, és talán a legrégebbi vidéken készült felvétel, ez pont a Szabária kupán készült, Szabária kupán, a Ferencváros ellen a 1910-20-as évek között. Tehát nem csak a Debrecennek volt egy történelmi gyökerekre visszanyúló csapata, hanem Szombathelynek is, úgyhogy, és ráadásul, és azért tudom, hogy ugye más... Hát ugye a Dunántúlon talán a Szombathely és a Moson-Magyaróvár az, amelyek a legrégebb világ talán, hogyha jól emlékszem. Igen, persze nem a Haladásról beszélünk, hanem a város, de az biztos, hogy ott vannak gyökerei a futballnak, és ez kétségbejtő, hogy az NB2-ben nem is az, hogy szerénykedik, hanem kínlódik ez a igen. csapat. Jó, ott van a 11. helyen a BVSC Zugló, ugye ott a Urbán Flóri elég hamar ki a kolból intották, hogy azt nem mondjam, és akkor most... Számunkra kedves vezetője van a Kisteleki. Igen, és akkor hát most ott elege részgetnek, akár meg lehet a bennmaradás is, tulajdonképpen most az osztályozót egyetlen egy ponttal kerülik el, azért az nagyon a hogy is mondjam, a kés élén táncolás, de
hát hogy is mondjam, én a magam részéről a BVSC-t simán el tudom képzelni egy másodosztályú klubnak, így a hát hagyományai igen. alapján. Az viszont, hogy mi megy a klubnál, meg hogy azokról, meg olyan nagyon vegyes hírek érkeznek, nem vagyok szakértője, úgyhogy nem fogok semmilyen ítéletet nem mondok, véleményt nem fogok mondani, de minden esetre nekem egy kicsit olyan vegyes a kép. Hát a vezetője szerint ő a legalkalmasabb jelen pillanatban most klubvezetőnek, kellő szerénység nélkül mondja mindezt. Sokan egyet értenek vele, hogy ő nagyszerű MLS elnök volt, én annyira nem gondolom ezt. Mindegy, de attól függetlenül hát a szakmai hozzáértését, hogy nem tudom, hogy tehát a Urbán Florit lehet szeretni, nem szeretni, azért voltak eredménye, és hip-hop el lett távolítva. Igen, és hát osztályozós helyen, 15-16. Helyen Tiszakécske, Siófok. A Tiszakécske szerintem azt hiszem, tavaly is éppen, hogy csak megúszta ezt az egész történetet. Hát a Siófok az ilyen teljesen érthetetlen manővereket csinál. Ugye ott volt az, hogy amikor volt a Covid idején... Az a közétkeztetési botrány. Igen, és akkor az volt, hogy akkor mindenkit elküldtek, vagy aztán nem fizettek, aztán pereskedés volt, aztán, mert ott is jönnek-mennek tulajdonosok össze-vissza, nem tudom, Ajka, Dettó, nem tudom, ott is voltak azért ilyen érdekes hírek. Mosonmagyaróvár mögött viszont elvileg ott van a Credo busz, ugye ez a... Ha minden igaz, ez a Kraftex Kühne csoport, ami a Credo busz nevű buszokat gyártja, és ezek elég sikeresek, illetve hát gondolom, hogy mögötte van a Kühne, mint mezőgazdasági gépgyár is, mert hogy az is működik, és ez egy kézben van emlékeim szerint. Ott szerintem annyi van, hogy a vállalatnál, illetve a klubnál pontosan tudják, hogy ennyi van erre, és lehet, hogy ebből ez jön ki. Nem tudom, részleteket nem ismerem pontosan, úgyhogy ennyi, és hát az Ajka... írtam róla a cikket. Igen. Igen, az Ajka és a Móvár az most pillanatnyilag kieső helyen áll, 11 és 10 ponttal. Hát, nézd, én azt látom, hogy itt a... Hát, figyelj, ilyen csákvár, aki a 7. vagy 8. gyírmódtól lefelé tulajdonképpen még bárki veszélybe van, de nyilván az előbb említett csákvár gyírmód azért nincs közvetlen veszélybe pillanatnyilag, de a hátralévő mérkőzéseken még akár bajba is kerülhet, ha valamit végletesen elrontanak. Szóval ez volt itt a mi összefoglalónk az NB2-ről, ahol ki kell emelni a Nyíregyházát, és nem kiemelni kell, hanem meg kell említeni a szomorú tényt, hogy a Honvéd csak prüszköl, csak killódik, de semmilyen eredmény nincs. És nem gúnyolódunk rajta. Így van. És meg kell említeni azt is, hogy a Vasas bár nincs rossz helyzetben, de össze kell szednie magát, hogyha feljutásban gondolkodik. És hát a kiesők azok szerintem még azért még nem dőltek el. Azt arra még nem vennék mérget, hogy itt a kieső csapatok kiléte az biztosan kimondható legyen. Úgyhogy ennyi volt az NB2, és akkor most megint visszajövünk egy kicsit a pénz témakörébe, meg egy kicsit a leges-leges, legmagasabb szintre, az NB1-be, barátaim. Igen, és nem NB1, NBB1. Mert? Mert nem viszem baszom. Ja, értem, NBB1. Jó, hát ugye az utóbbi időkben sokat beszélgettünk arról, és nem csak mi, illetve mi csak azért beszélgettünk erről, mert bizonyos edzők elég sokszor vették elő a témát, a fiatal percek témakörét. Hát kérem szépen, feleltünk egy cikket, ami egy nagyon jó ábrával írja le, hogy mi az összefüggés a fiatal percek és a helyezések között. Ezt ki fogom rakni, remélhetőleg itt látszódik a képen most. Igen, és hogyha valaki erre ránéz, ugye ez a barnás színű görbe, az mutatja a tabellánál foglalt helyezést, illetve ez a kékes, egyenes vonal pedig azt mutatja, hogy az adott csapat fiatal perceket tekintve hanyadik helyen áll. Tehát az első, az MTK, egyébként nyilván
ő regisztrálhatta, vagy nála regisztrálhatták a legtöbb fiatal percet. Majd második, harmadik, negyedik, stb. Csak a két görbére kell ránézni, és felteszem a kérdést, mi az összefüggés a fiatal percek és a helyezés között? Semmi. És akkor tovább megyek. Megkerestem a Paksot, mert ugye ott az volt az állítás, hogy hát ez kérem szépen versenytorzító hatású. Na de, a Paks az ötödik legtöbb fiatal percet játszatta, és az első helyen áll a bajnokságban. Tehát, akinek nem mondjuk ki nevét, saját maga cáfolja saját magát az egyébként jó teljesítménnyel. Tehát nincs miről beszélni, itt kérem szépen, nem is biztos, hogy tovább kellene taglalni ezt az ügyet, de azért egy-két érdekes dologra így világítsunk rá. Fehérvár jól szerepel, harmadik a tabellán, de fiatal percekben az utolsó. Pont a Fehérvár az a klub, ahol biztosan nincs szükség a fiatal percek után járó bevételre? Ezt csak kérdezni tudom, mert nem tudom pontosan. Másik, ugye, ahol még nagyon sarkosan előjött a fiatal szabály kérdése, az Újpest volt. Az Újpest pillanatnyilag a 9. a tabellán, és 4. a fiatal percek tekintetében. Tehát a 4. legtöbb fiatal percet alkalmazó klub. Na most tőle csak egyre van lejjebb a Paks, és az első. Tehát itt meg megkérdezném akkor, hogy vajon az utánpótláson, vagy esetleg a vezetőedzőn, vagy mind a kettő múlik az, hogy a fiatal percekkel hol tud elhelyezkedni a tabellán egy adott csapat. Felhívnám a figyelmet, a Ferencváros nem az utolsó. Ezen a tabellán mindig ezt kapjuk, hogy nálunk nincsenek játékosok, aztán valahogy mégsem ezt mutatja aztán a statisztika. Aztán valahogy a 7. az Újpest, vagy a Ferencváros ebben az összehasonlításban. Jó, nem az eleje, de bőven vannak utána. Például Mezőkövesd. Mezőkövesd, ugye 10. helyezett és 8. a fiatal perceket tekintve, de ami még szörnyűbb, a Felcsút, akinek a nevében van egy bizonyos szó, ami arra engedne következtetni, hogy fiatal játékosok játszanak, tulajdonképpen a fiatal percekben csak a 9. a tabellán. Ezt már nagyon sokszor kitárgyaltuk, igen, szerintem mindenki tudja, mire gondolunk. Igen, csak... És akkor jön a Kecskemét, a 10., tehát a Kecskemét utána van, de a Kecskemét egy érdekes stratégián van. Ő ugyanis fiatal játékosokat alkalmaz szívesen, de nem a fiatal szabálynak megfelelő fiatalkorúakat, hanem 20-pár éves, akik már ugye nem ez a kategória, és azokat próbálja meg kinevelni, és majd gondolom én értékesíteni, illetve eredményeket elérni velük. Tehát itt valamelyest értem, mert itt annak ellenére, hogy kevés a fiatal perc, mégis a játékosokból nagy valószínűséggel tudnak majd profitálni. És akkor a Diósgyőr a 11., tehát az utolsó előtt és a 7. helyen áll. Hát itt ugye azt kell látni, hogy ezt a csapatot, ezt nagyon frissen rántották össze. Ez látható is a hektikus játékon. Igen, tehát ott most nem volt arra idő és mód, hogy azon filózzanak, hogy mennyi fiatal játszon. Szemben egyébként a szintén középcsapatként funkcionáló 6. helyen lévő MTK-val, ahol viszont ugye a legtöbb a fiatal perc. Ebből a szempontból az MTK halálosan tradicionális, vagy a tradicionalitásának halálosan megfelelő klub, az összes többi már az nem annyira. Egyébként a Kisvárda, és ez nagyon fontos, ő a 2. Tehát a Kisvárda igenis kőkeményen alkalmazza a fiatal játékosokat, annak ellenére is, hogy egyébként nem túl jó a helyzet. Mondjuk én ezt az Újpest edzőjének, ezt azért úgy, erre felhívnám úgy a figyelmét, hogy és ott, és igen,
pont a Vignevicset váltó, majd őt, vagy a pont az az edző, akit Vignevics váltott az Újpest kispadján, Kisvárdán pont azért volt nézeteltérés az ő dolgaival kapcsolatban, mert nem alkalmazta megfelelően és megfelelő súllyal a fiatal játékosok szerepeltetését. De most azóta úgy néz ki, hogy megy, és csak így felhívom a figyelmet, az utóbbi 5 mérkőzés, sőt, az utóbbi 10 mérkőzés alapján, hogyha megnézzük a formát, akkor a Kisvárda előbbre tart, mint az Újpest. Hát igen, ez nagyban függ tényleg a szakmai munkától, tehát itt a helyezéstől szinte semmi. Igen, és akkor egyébként ebben az összehasonlításban szerintem a Debrecen az origó tulajdonképpen, mert ők a hatodik legtöbb játékos percet tudják felmutatni, mint amit a fiatalok lejátszottak, és ötödikek a tabellán. Ez körül, igen. Hát az, és hát ugye a Fradi, ugye azt mondtam, hogy azt mondtuk, hogy a hetedik, és a legtöbb játék, vagy fiatal percekben, és a második a tabellán. Úgyhogy kijelenthetjük nagyon egyszerűen, és nagyon mindenféle cirkalmas körmondat nélkül, hogy már pedig a fiatal percek és a bajnoki tabella állása között semmilyen összefüggés nincs, ergo versenytorzító hatásról beszélni semmi értelme. Hát semmi értelme. Mert az lehet, hogy ez pénzbe kerül, meg az lehet, hogy ez nem ingyen jött pénz, de akkor mondjuk ezt. Igen. Hát akkor ezt kellene bevallani, hogy akkor, hát az ingyen pénz az persze, hogy jobb. Itt meg most tenni kell érte, ami meg is kaptam a komment szekcióban erre is, hogy amikor azt mondtam, hogy szponzort kell keresni, pedig itt nagyon sokan szerintem nagyon vakon vannak itt a Fradival kapcsolatban. Tehát itt azért nem nincsen égből hulló áldás, tehát azért az a baj, hogy nem tudok mindenről beszélni, mert nagyon sok minden belső információ, de higgyétek el, hogy nem teremnek csak úgy a szponzorok a Fradinak a fának. Nagyon keményen meg kell érte dolgozni, még talán jobban is, mint azoknak, akiket valóban eltart az állam, mert állami pályázatokból tartják föl magukat kizárólag. Igen, és nem mindegy, hogy mennyei manna, vagy mennyei kanna. Tehát... Igen, igen, most nem akarok belemenni. Na, mindegy. Tehát, hogy... Oké, hagyjuk. Jó, hogyha már a Ferencvárost említetted, megjelent az Origó Sporton egy cikk, mi szerint rég volt ennyire izgalmas az NB1. Ugye arra gondol itt a szerző, hogy ugye a Paks lett egy pontos vezetéssel ugye az őszi bajnok a Fradi előtt, és egyébként pedig a Fehérvár is elég közel van hozzá, ők ott a harmadik helyen, és hát feltették a kérdést, hogy hogy megnyeri-e 2024-ben a Fradi az NB1 küzdelem sorozatát, és 82% azt mondta, hogy igen. Hát én is azt gondolom, hogy ez nem kérdés. Ha ez nem így lenne, akkor tehát nem azért, mert Fradi szurkoló vagyok, hanem ez így, ez a realitás. Hát ezt még az STB edző is elmondja. Jó, hát én azt gondoltam, hogy ennyi fért bele most a vegyes vágottba, így az ünnepi időszakba, amihez egyébként mindenkinek nagyon sok boldogságot, vidámságot, egy kicsit így a fárasztó év után egy kis megpihenést kívánok, de azért mi fogjuk még zaklatni. Hát két ünnep között készülünk sok mindennel is, úgyhogy mindenki foglalkozom most a családjával. Szerencsére mi megtehetjük, hogy szeretteink körében töltjük az ünnepeket. Gondoljunk azokra is, akik nem. Így van, így van. És hát természetesen jövünk az ünnepek alatt is, és folyamatosan technikai újítások is következnek. Ezeket nem feltétlenül egyszerre fogjuk bevezetni, de majd látni lehet, hogy folyamatosan javulni fognak az adások, annaknak a technikai minősége. Lehet, hogy még mi is megtanulunk egyszer beszélni. Na de hát addig is. Hajrá, szurkolók. Hajrá, magyar foci. Sziasztok. Sziasztok. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek.
mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!